Most akkor felkonferálni, hogy jön a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolának a hangszeresei. Egy nagyon érdekes produkciót fognak most nekünk itt előadni, mert mindenki bemutatja a hangszerét, remélem lesznek, akik majd kedvet is kapnak hozzá, és ők is jövő év szeptemberétől kipróbálják ezeket a hangszereket. Szerintem mindenkinek meg lesz a kedvence. Ki tudja, mi volt ez? Kicsit a végét átírtam. Miért az Géza? Te mondtad a mézgát, ugye? Figyelj, kapd el! Nagyon sok cukrot lehet nyerni. Azt javaslom, inkább a gyerekek tippeljenek. De ha az édes szájú felnőttek is versenybe szállhatnak cukrokért. És ki tudja, hogy milyen hangszer volt az, amin az előbb én ezt eljátszottam? Trombita! Majdnem. Igen, tuba, trombita, na ezek egész jó tippek voltak. Benfentesek tippeltek. Ez volt a harsona. Mi a közös a harsonában, a tubában, és a trombitában, és a kürtben? Fúvós, nagyon jó. És ezen belül ki tud még, erre vissza fogunk később térni, ki tud még, hogy milyen fúvós hangszer a... Miből van? Miből van? A szép sárga színe van. Miből van? Rész. Igen, rész. Bocs? Kicsit balesetveszélyes ez a produkció, nagyon figyeljenek. Részfúzó, ezek részfúzós hangszerek voltak. Na most akkor valami egészen mást fogtok látni. Rögtön felkérem az első vendégünket. Aki a névdalt játsza, gyere! Gyere, mutatkozz be! Vadza vagyok. Most mi mutatom, hogy szegedülni? Hát, most kezdtem ebben az évben. Bodzától fogtok valamit hallani, aki idén kezdett el tanulni ezen a hangszeren, már elmondtam, de hát ha valaki nem figyelt, hogy hívják ezt a hangszert? Hegedű! Hűha, ezt nagyon sokan tudták. Megy oda hátra is egy. Bocsánat! Közben valami leesett a hangszerről, ha azt kitaláljátok, az mi, az két cukrot ér. Ti mondtam még, hogy hegedű? Igen. Neked dobtam az előzőt. Második sorban. Azaz! Neked is küldök egyet, mert tudtad, hogy hegedű, igaz? Az mögéd ment. Az mögéd ment, és kapsz egyet te is. Oké, most megy, jó? Figyelj! Direkt olyat hoztam, hogy be van csomagolva, hogyha leesik, az se akkor a tragédia. Na, bodzz, akkor gyere! Nagyon kell figyelni, mert ki kell találni, hogy mi az, amit játszik. Nagyon szép volt, köszönjük szépen. Látjátok, csak egy éve tanul hegedülni, és már ilyen szépen játszik. Ki, te tudod, mi volt ez? Na, mi volt ez? Igen, nagyon okos vagy. Hű, és még az elkapási technikád is milyen csodálatos. Akkor köszönjük szépen. És itt még egyet? Még egyet. Figyelem, még egyet. Olyan nagy sikere volt, hogy ráadást is kapunk. Tessék.
Te tudod, mi ez? Na, mi ez? Igen, te is ezt akartad mondani, ugye? Nem? Milyen becsületes, hogy fair play díj, te is kapsz cukrot. Fair play díj. Vigyázz! Bocsánat, bocsánat! És már megyünk is tovább, köszönjük szépen. Ma még fogunk hegedűt hallani, de most valami más következik. Téged hogy hívnak? Matyi. Matyitól fogunk hallani valamit. Én itt közben tölködeszek mindent. Bocs, Jani. Matyit láthatjuk most a színpadon, és amit az ő kezében látunk, az nagyon hasonlít a hegedűre, de hát az... Jó, bocsánat, jó, hát minden... Ez bizony a cselló. Ugye? Te voltál? Te voltál? És majdnem megkérdeztem, hogy mit fogunk hallani, de csináljunk ebből is egy találós kérdést. Jó, nagyon kell figyelni. Ez nagyon szép volt. Ki az, aki tudja, mi volt ez? Tessék? Árgyéus kisvonár. Borita is kapsz egyet. Te is ezt akartad mondani? Mit is akartál mondani? Jó van, figyeltél, látom. Most már hallottunk hegedűt, ugye az előző a hegedű volt, és azt követően a csellót. Hogy hívja, milyen családba tartoznak ezek a hangszerek? Milyen fajta hangszerek ezek? Tessék? Vonós, ugye? Mert egy vonóval szólaltatták meg a húrokat, amik a hangszeren voltak. Hogy lehessen szemléltetni. Tehát akkor ez milyen hangszer, azt már tudjuk. Ez egy hegedű, ami vonós hangszer. Mutasd meg a vonót nekünk. Ugye így néz ki a vonó. Van egy fa része, meg van egy másik része. Ki tudja, az miből van? Nagyon felkészült emberekkel van dolog. Ki mondta, hogy lószer? Te mondtad? És egy csomóan tudták a vonóst. Te, ki is volt az, akit nem... Igen, igen, te is tudtad. Javaslom, technikai információ, két kézzel próbáljátok meg elkapni. Két kézzel. Te kis, ott hátul valaki tud, ugye? Te tudtad, hogy vonós, ugye? Figyelj, dobom, figyelj! Add tovább, kapsz egyet te is. Figyelj, megy a következő, figyelj! Megy a következő. Ez az, csak azért is egy kézzel. Tehát akkor ismét hegedűt fogunk hallani, tessék!
nagyon ügyes voltál, gratulálunk. Szeretnék megmutatni valamit, a hegedű azért egy nagyon különleges hangszer, nem fogjátok onnan át ide elmondom, mert a hegedűnek lelke van. Tényleg, szó szerint lelke van a hegedűnek. Most onnan nem látszódik, de a két hátlapja és a fedlapja között van egy kis pecek. És azt nem mindegy, hogy hova tesszük, az nagyon befolyásolja, hogy milyen hangja, és azt hívják úgy, hogy a lélek. Úgyhogy a hegedű az a hangszer, aminek a lelke van. De ezt hallottuk is, azt hiszem, annyira szép volt. És mondja a tanárnő, hogy természetesen a csellónak is van lelke. Következő hegedűs élő. Még egy hegedűs szám fog következni, utána egy kicsit majd más vizekre elvezünk. Te mióta tanulsz hegedülni? Látjátok, csupa ilyen egy éve, más éve tanulnak, és már ilyen szép dolgokat játszanak. Na halljuk akkor, te mivel készültél, játsz le nekünk. Köszönjük szépen. Ez népdal volt? Nem, nem népdal volt. Azt hogy hívjuk, ami nem népdal, de mégis dal? Te mindent tudsz. Te beépített ember vagy? Ez Csajkovszkijnak a Francia dal című darabja volt. Ki tudja, Csajkovszkij milyen nemzetiségű volt? Francia volt Csajkovszkij? Hát ez már ilyen nehezített kérdés felsőbb tagozatosoknak. Ki tudja, hogy Csajkovszkij orosz volt? Jaj, megmondtam. Ez a dal arról szólt, hogy a messzi Oroszországból Párizsba vágyakozott szegény Csajkovszkij, de sose, hogy volt Csajkovszkij Párizsba? Szerintem nem volt. Most haladunk tovább, most nem vonós hangszerek következnek, hanem valami más. Gyertek fel a színpadra. Igen, fúvós, igen. Na jó van, azért ez is ér egy cukrot, bár ez már volt. Te mondtad, hogy fúvós, ki mondtad? Hátul, ti mondtátok, ugye? A srácok. Te vagy a Dóri, már a nevedet is tudom. Jó, te most nem kapsz. Te már, neked ez már túl könnyű kérdés volt. Tanárnő, játszom valamit. Srácoknak is, te is tudtad, ugye? Bocsánat, kicsit rövid lett. Ti is tudtátok, mi? Köszönöm, meg oda leghátra is küldök egyet. Friss házasan. Bocsánat, ez is rövid lett. Na jó, ti is tudtátok. És mi, ki az, aki, bocsánat? És ki az, aki tudja, mi, hogy hívják ezt a hangszert? Furulja! Jó, ez nem ért cukrot. De nagyon, nagyon ügyesek vagytok.
És ez a másik, ez a szép fényes. Na jó, akkor kérdezek egy ne viccelődjünk. Ez a fuvola, igen. És azt a... Most nem kérdezek, először játszom, van nekünk valamit, vagy valami szépet, és utána kérdezek. Most elénekeljük. Úgy, hogy te játszol közben. Rajta. Köszönöm. Nagyon szépen énekeltek. Vannak túlképzettek, akik már a második verszakot is tudják. Hajlandó valaki egyedül elénekelni? Az két cukrot kap. Na akkor ti hárman! Egyszerre, jó? Te, meg te, akik föltettétek a kezeteket, jó? Közben te segíts nekik, jó? Mehet? Rajta! Köszönjük szépen! Ki tudja, hogy hívják azt, amikor ketten muzsikálnak együtt? Na jó, a duett, az kap, te kapsz egy cukrot, de nem úgy hívják. Ki? Duó? Ki volt a duó? Jaj, bocsánat, Béla voltam. Most iszonyú nehezet kérdezek. Ki tudja, mi a különbség a duett és a duó között? És melyik az ének? A duett, hát te nagyon tudsz. Akkor most meghallhatunk még egy duót, illetve előtte egy hegedű számot, ugye? Gyertek! Most ismét vonós hangszerek következnek. Köszönöm.
iszonyú nehezet kérdezek, meg kell mondani, ki a zeneszerzője a következő darabnak. Köszönjük szépen, a szél éppen jókor lapozott. Köszönjük szépen Pogni Szomati Ildikó tanárnőnek és tanítványának a muzsikát. Ki az, aki tudja esetleg, hogy kiírta ezt a gyönyörű zenét? Te tudod? Hát majdnem. Nagyon nagy zeneszerző, de nem Mozart, de ugyanolyan híres. Te tudod? Nem. De B betűvel kezdődik. Bach. Igen. Nagyon. A próbálkozás díjazom, úgyhogy te is kapsz egyet. Bachot mondtad, ugye? Johann Sebastian Bach. Ő írta. De ez nagyon nehéz kérdés volt. Kapsz egyet te is, jó? Oké. És akkor még egy hegedű cselló duót fogunk hallani, mert ugye mi a legnagyobb különbség? A melyiknek van magasabb hangja, a csellónak vagy a hegedűnek? Igen, nagyon okosak vagytok, ezért az nagyon szépen szól, ketten játszanak együtt, most ezt ilyet fogunk meghallgatni, szerintem azt meg se kérdezem, hogy mi ez. Most már nagyon melegetek van biztos a napon, úgyhogy most egy kicsit lehűsítjük magunkat a következő zenével. Jó, jó, oké. Okay. Ugye már nincs is olyan melegetek? Te mondtad először. Te mondtad másodszor. És ezt tényleg Mozart dolgozta föl, ugye? Tessék! Majd mindenki menjen fogorvoshoz a buli után, egy kontrollra. Na, akkor már nincs sok hátra. Most egy nagyon érdekes hangszercsalád tagjai következnek, ezt már megbeszéltük. Gyertek ide előre. Mindenki mutassa meg a hangszerét. Ezt hogy hívják? Trombita! Igen. És azt ott a legszélén? Várj egy kicsit.
Az mi? Az is trombita, igen. Az a, az micsoda? Az a vadászkürt, és az? Mutasd fel. Hát az nagyon nagy, ugye? A legnagyobb, az a tuba. Így van. Most akkor szerintetek melyiknek van a legmélyebb hangja? A tubák, ugye? Megmutatjuk, jó? Elindulunk lefelé, és megnézzük, ki tudja a legmélyebb hangot kifújni. Egybe, hogy lássátok egymás mellett az összes részfúvós hangszert, de lehet ennél szebben is játszani rajta, ezt majd most mindjárt bebizonyítjuk. Dobálok, csak kezdek kifolyni, pedig még marha jó kérdéseim vannak. Okay. Mindjárt még lesz te is, igen, pillanat, a cukros bácsi kezd kifolyni a munícióval. Jaj, bocsánat! Kicsit nagy, ne? Van még egy trombitásunk, vagy valami még érdekesebbel készült. És ki tudja, minek a vezérmotívuma volt ez. Hoppá! Ez bizony a birodalmi... Tessék? Gyakorolnom kell még, igen. Ez bizony a birodalmi indulóval. Darth Vader vezérmotívuma. Mert Wagneri vezérmotívum technikával dolgozik John Williams, de most nem mennék bele. Na akkor lássuk a legnagyobb hangszert. Oh,
Hát ő már nem ma kezdte, hallottuk, egy komoly művésszel van dolgunk. Komoly barokk művet játszott, úgyhogy ide lehet eljutni hosszú idő alatt, de még egy hangszer hátra van. Melyik is az? A vadászkőt, igen. Közben segítek, mert itt készült, tanár úr készült valami komoly kötelekkel itt, mivel is lesz ez jó? Szeretettel köszöntelek benneteket. Én a vadászkőtöt szeretném nektek megmutatni, de a külön érdekessége, hogy ki az, aki meg tudja mondani, hogy mi a különbség a fafúvós és a részfúvós hangszer között? Azon kívül, hogy fából vagy részből készül. Hogy kell fújni a fafúvóst? Így. Hogy kell fújni a részfúvóst? Ki az, aki tud pukizni a szájával? Így. De nem pont így kell fújni, hanem a... Tehát így rezgetjük a szánkat egész végig, miközben fújunk. És az még csak hagyján, mert hozom a hangszert, megmutatom, mert ez így azért nem elég. Szóval, hogyha csak így simán fölteszem a hangszert és így rezgetem, figyelj! Ez így azért nem az igazi, nem? Kell hozzá egy ilyen kis picike valami, ezt úgy hívják, hogy fúvóka. Ha? Jó, mi? És akkor ezt teszem föl a számra, ez kezd el rezegni. Ezzel is lehet zenélni egyébként. És utána ez kerül bele a hangszerbe, és abból lesz igazán a hang. Figyelj! Így lesz belőle hang, hogy a fúvóka a számat számtól átveszi a rezgést, belevezeti ebbe a sok-sok fémbe, amit úgy hívnak, hogy réz, és az hangosítja föl. Tulajdonképpen megtekeri a levegőt, megtekeri a hangot, és a hangszernek a rezgése adja azt a hangot, amit a részfúvós hangszerek kiadnak. Így szól, figyelj! Érdekes hangja van, nem? Teljesen más, mint a fafúvósok. Az benne nagyszerű, hogy a vadászkürt azt tud magasan is fújni, meg mély hangokat is tud kiadni. Megmutatom ezt is. Ez volt a magas, most jön a mély. Mondjuk ilyen mélyen azért nem szoktunk rajta játszani, mert ez nem igazán a vadászkőrnek a mélysége, hanem ez inkább a tubáé. Nézzünk most meg egy dalt, aki fölismeri. Lázár, van még ilyen dobálni való? Tele vagyok még, igen. Azt beszéltünk meg a Lázárral eredetileg, hogy mivel részfúvósról van szó, hogy sört fogunk osztani, mert mi rezesek inkább a sört szeretjük, mint a cukrot. Nem kell mindent elárulni nekik egyből, először iratkozzanak be. De hát mivel gyerekek vannak itt leginkább, és nekik szól a bemutató, így maradunk a cukornál. Jó? Kíváncsi vagyok, ki találja ki. Na, ez az. Hosszan, nyugodtan. Erre választ. Mindjárt mondom. Tessék, mert a vadászok ezen szoktak fújni. Igazából a vadászkürt, a régi vadászkürt, az nem ilyen volt, mert nem voltak rajta billentyűk. Hanem csak sima naturkürt volt, billentyű nélkül. Ugye az úgy is lehet fújni, hogyha én nem billentek semmit, csak a számmal variálok. Figyelj! Például a vadászatok így szoktak kezdődni. Amikor elkezdődik a vadászat, a kürtösök jönnek, megfújják, és aztán indul a vadászat. Vagy a csatakürtösök. Róluk hallottatok már? Csatakürtösökről? Ugye ők a katonák, akik a harcba mennek, és a lóháton ülve fújják a kürtöt, és lelkesítik a katonákat. Van egy szám, amit el lehet játszani úgy, hogy az ember nem nyomja a billentyűt, vagy hogy meg sem mozdítja a harsonákat a lókáját.
kell csinálni semmit, az egy kézzel is lehet játszani, majdnem sikerült is. Ezt senki nem tudja, mi volt, ugye? Skala! Szülők lehet, hogy tudja. A voci-voci az előző volt. Ez a Dallas volt, nem baj, ha nem tudja. Jó, elnézést, visszaadom a szót. Én még annyival készültem így érdekességképpen, mert hogy nekem egy elég hosszú hangszerem. Szerintetek milyen hosszú ez a vadászkürt? Mond. Mennyi? 1 méter? 6-ot? Van, aki 6-ot? Ki az, aki szerint? Milyen hosszú? Ki az, aki erre szavaz? Szeretnék segíteni a zsirátnak a magassága az akkurat, tehát hogy ezt fölfele húztám, ez a kötél olyan hosszú, mint egy zsirát. De nem ilyen hosszú a vadászkő. Hozzáfogjuk a zsiráfot, ha akarod. Hozzáfogjuk nektek ez a zsiráfot. Ez a fehér kötél, elmentem az előbb itt a bemutatóra a tűzoltókhoz, és lemértem a tűzoltókocsit. Ez 6 méter 5 centi, de még ennél is hosszabb a vadászkő. Az már csak keresztbe fér el a színpadon. Ha elkezdenénk letekerni a kürtöt, nem férne el a színpadon. Nem tudom, hogy láthatok-e már ilyen hosszú hangszer. Ez a hangszer hosszabb, mint egy tűzoltókocsi. És ez nem a leghosszabb. A leghosszabb vadászkürt, az 12 méteres. Az már egy 4 emeletes háznak a magassága. Ezért ezt így összehasonlításképpen érdemes elvinni magunkkal. Szóval, ha valaki jó hangszert akart választani, akkor érdemes a kürt fele jönni, mert ehhez aztán egy bizonyos kor fölött jár a sör is. Kívánok további jó szórakozást! És hogy kivírtátok ezt a nagy meleget itt a napon. További jó szórakozást kívánunk mindenkinek!